Ismét hegedű szótól és a csizmaszárak csattogásától volt hangos a fonó a Berka Táncház legutóbbi találkozóján. A fonó törzs vendégének számító Berka együttes a felvonó zenekarral tart rendszeresen moldvai vonós táncmulatságokat, amelyre az idő múlásával egyre többen kíváncsiak. Mi ezt a Pilinszky irodalmi kávéházba kezdtük el ezt a táncházat, és mikor az bezárt, a Ferenciek terén volt, akkor költöztünk a fonóba, és mi azt veszük észre, hogy a létszám az így folyamatosan nő. Nagyjából annyian vagyunk, mint amennyi a helynek a befogadó képessége, és ez így mindenkit szerintem örömmel tölt el. A Berka működése azért is irigylésre méltó, mert annak ellenére, hogy a néptánc és a népzene nem tartozik a legnépszerűbb szórakozási formák közé a fiatalok körében, az ő táncházaikon mégis rengeteg diákkorú táncossal találkozhatunk. Szerintem minden zenekarnak megvan egy saját közönsége, remélem nekünk is van egy saját közönségünk. A zenekarnak az összetétele az, mi egy ilyen kicsit pedagógus zenekar vagyunk, a zenekar nagy része tanár. És sokan ilyen nagyobb iskolákban tanítanak, 6-700-800-900 diák jár egy-egy suliba, ahol szintén járunk táncházat tartani, ki is eljárnak a fonóba, most is vannak itt diákjaink, 20-30-40-50 diák is adott esetben. Talán a fiatalsága ennek köszönhető, ők elhívnak más embereket, akik nem elsősorban a táncházmozgalom, hanem mondjuk egy-egy iskolának a diákjai. És ők aztán, ahogy megkedvelik ezt a muzsikát, átadják másoknak is, és talán a kontinuitást így lehet fenntartani. A táncház találkozó különleges vendége ezúttal az Erdélyben is népszerű Fanfára Komplexa volt, amely a műfajban szokatlan hangszert, a szaxofont is beépítette zenei repertoáriába. Moldvai tánczenét játszunk, ami azt jelenti, hogy a moldvai csángó tánc repertoár, ami kiegészül olyan napjainkban is alkalmazott táncokkal, tánczenékkel, mint például a Hora szerbadallamok, esetleg Manele, amit akár egy mai bában is hallhat az ember kint Moldvában. A szerte a Kárpát-medencében zenélő csoport szerint érezhető, hogy a táncházi kultúra erősödik, de még sokat kell tenni azért, hogy a műfaj az őt megillető helyre kerüljön. Úgy érzem, hogy ez még fokozható lenne. Tehát én úgy gondolom, hogy a táncház mozgalom, meg a népzene rajongók, az egy szubkultúra még mindig Magyarországon. Tehát ezen lehetne javítani, hogyha a médiában jobban nyomnák a magyar népzenét. Kéne egy olyan rádió, ahol csak magyar népzene megy. Vagy közszolgálati rádióban több népzenét kéne játszani, több népzenei témájú műsor kéne. Magyar tévében is több népzenei témájú műsor kéne. Az együttesek szerint, aki kedvet érez, bátran próbálja ki magát egy táncházban, hiszen nem olyan nagy ördöngösség az alapokat elsajátítani. Senki se úgy érkezik ide, hogy tudja a táncokat, hanem elkezdi lesni, nem mer beállni, csak másik, harmadik alkalommal esetleg, aztán utána a könnyebb táncokat bevállalja, és utána látja, hogy ez nem egy bonyolult dolog, az első lépéseket megtenni, aztán utána lehet finomítani évekig, évtizedekig. Bede Péter szerint pedig azzal is lehet vonzani a fiatalokat, ha maguk a zenekarok minőségi zenét játszanak. Igazából aki eljut a táncházba és megtetszik neki, az vagy véletlenül keveredett oda, vagy azért, mert a társaság odahúzta, de hogyha egy átlagos fiatalt nézünk, az lehet, hogy magától soha nem jutna el, mert nem olyan társaságban mozog, a szülei nem ezt csinálták. Minél több jó zenész kell, akik magas szinten művelik a népzenét, és hogyha ez megvalósul, és tényleg kitermelődik egy profi hozzáállású zenész réteg, ami már egyébként részben azért történik, akkor azzal nagyobb számban meg lehet talán majd a fiatalokat is, meg másokat is fogni.